én nagyon halálosan izgultam, és abszolút önkívületben voltam addig, amíg föl nem álltunk a rajtkőre, és el nem derült a pisztoly, és én tudtam, hogy nem vagyok elég gyors, de nagyon jó finissel lesz, és elengedtem a mezőt magam előtt 250-ig. És akkor 250 fordulón azt mondtam magamnak, hogy na, most vagy soha. Nagyjából ez most lehet kb. Itt? Igen. Talán? Ja. Ott a négyesen? Igen, a négyesen. A Dovákéba úszik itt, és a Székelyben valahol ezen az oldalon. Az év, a Novákéba lett a második, és hát egy nagyon jó finist vágtam ki. Ha. Akkor kértem magamhoz, míg fölálltunk a dobogóra, csak kezembe nyomták az aranyérmet, mert akkor még nem volt szallag. Akkor egy kis dobozban volt, és akkor azt szorongattam 6 nap hosszan. Nem volt nagyon időn ünnepelni, mert én voltam a 13. aranyérem, amit befejeződött, volt a vízipoló meccs, ott végig izgoltuk a vízipolót, vízipoló meccsre rohantunk a stadionba, a Puskás útra tudtunk, és utána meg a Paplaszina. Sűrű nap volt akkor. Utána aztán akkor már tudtam örülni neki, mert addig olyan izgalom volt mindenütt. Ez nekem egy valami egész csodálatos érzés, hogy 70 év után először is végtelenültem a meghívásnak a évsportolója gálára, és nagyon meg vagyok hatva, hogy ennyi idő múlva, és még becsületbe tartanak, és mindenütt olyan szeretettel fogadnak, hogy van egész fantasztikus. Hát a 400 gyorsnak a magyar rekordom volt 5.08, azt most már a kisgyerekek ússzák, gondolom, a tanító medencébe. És hát milyen volt ide a BVSC-be visszajönni? Mennyit változott 70 év után itt ez az uszoda? Azt nem tudod elképzelni. Ezek voltak az öltözők, és volt egy nyitott 50 méteres medence. Kész. Egész októberig ott úsztunk, az volt minden. A nyáron volt olyan időszak, hogy háromszoros tréning van, reggel, délben, este, és valahol volt egy nagy épület, egy birkózóterem vagy valami, és ott tudtunk pihenni az edzések között. Ez egy csodálatos sport meg. Én voltam itt 5 vagy 6 évvel ezelőtt, úgyhogy úszodákat láttam, és hát valami egész fantasztikus. Sok jó úszat ki tudtak nevelni. Mennyire volt nehéz 56-ban a sportra és az olimpiára koncentrálni? 56 előtt én a világranglistán második voltam 100 gyorsan, és harmadik voltam 400 gyorsan. Úgyhogy minden esélyem megvolt arra, hogy esetleg meg tudom ismételni. De aztán ugye jöttek az események, és a kiutazás is az, hát ez egy rémálom volt, autóbusszal mentünk Prágáig. Ott ültünk 10 napig minden edzős lehetőség nélkül, és akkor repültünk 10 vagy 12 napot, egy napot voltunk, vagy két napot voltunk Karacsiban, meg Isztambulban, meg Szingapurban, ahol nem volt semmi lehetőség edzésre. Úgyhogy kb. Egy hónapot hagytunk ki, majdnem egy hónapot hagytunk ki az edzésekre. Jól tudom, hogy még mind a mai napig azért barátságban van a vízzel? Hogyne. Télen nem tudok úszni, mert a víz tele van klórral, meg ilyesmivel a víz, és ez már nekem nem tesz jót, de nyáron én úszom 2-3-szor egy nap a tóba. Van egy nyaralón fönt északon, és ott úszom minden ilyen 2-3-szor. És követi is onnan az úszókat, akár a magyar úszókat, hogyne, vagy BVSC-s úszókat? Olvasom az interneten mindent, a magyar nemzeti sportot és mindent, úgyhogy csodálattal adózom az eredményeket.